Köszöntöm kedves nézőinket, minden napjaink című magazin műsorunkkal. Múlt hétvégén rendezték meg, szeptember 14-től 15-ig a 29. Paprika Fesztivált Kalocsán. Rengeteg színes és változatos programmal készültek az érsekkertbe ellátogatóknak, hiszen volt itt konferencia, főzőverseny, koncertek, gyermekműsorok és számos fellépés. Szeptember 14-én, pénteken a délutáni órákban Lakatos László szobrászművész megnyitóján vehettek részt az érdeklődők a Városi Galériában. Közben ezzel egy időben a Csurgó zenekar tartott gyermekkoncertet a Sétány színpadon. Ezt követően a szabadtéri színpadon hivatalos megnyitó ünnepséggel vette kezdetét a 29. Kalocsai Paprika Fesztivál. Elsőként dr. Bálint József, városunk polgármestere köszöntötte a megjelenteket és mondott beszédet. Engedjék meg, hogy először is köszöntsem a testvérvárosunk küldöttségeit, hiszen mind a négy testvérvárosunk képviselői jelen vannak az umai ünnepségen, és örülünk, hogy eljöttek. A testvérvárosi kapcsolatok sok mindenről szólnak, de van egy érdekesség, hogy a Altino városa szintén paprikát termelnek, ott augusztus végén volt az ő fesztiváljuk. A fesztiváloknak a célja eredetileg is az volt, hogy ünnepeljük a paprikák termelőket, a paprikát feldolgozókat és azokat az embereket, akik, hogy úgy fogalmazzam, szeretik, hogy a paprikához lehajoljanak a földre. Ezen a két napon megkérjük őket, hogy egy pillanatra fáradjanak ünnepelni, pihenjék ki magukat, és utána újra lehet szorgoskodni a földeken, hiszen most még az az időszak van, és ilyen paprika érlelő és szedő idő van, amikor még a termést be kell takarítani. Tehát a mai két napunk arról fog szólni, hogy ünnepeljük azokat az embereket, akik a paprikát termelik, földolgozzák, és ezzel megteremtették ennek az ünnepnek az alapját, amely ugye régen egyértelműen a városnak a fő terméke volt. A megnyitó ünnepségen részt vett Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztere is. Beszédében a két város kapcsolatának erősségét hangsúlyozta, kiemelve, hogy hamarosan megépülő híd fizikailag is összeköti majd a két települést. Nem először vagyok itt, többször szerepeltem már itt önök előtt, és hogy örömmel jöttem el most is, hisz feladatom is, hisz a Paprika lovagrend tagjaként is esküdtettem arra, hogy a paprikát népszerűsítem, a kalocsai paprikát, használom is, és a használt paprikás ételeket pedig baráti körbe, meg egyéb helyen kínálom. Ennek a szolgálatnak eddig is próbáltam eleget tenni, ezután is, úgyhogy szívesen jöttem, és mint paksi, és ugye kalocsai, aránylag közel vagyunk egymáshoz, de a Duna mégis elválaszt bennünket. Ha Pakson fölmegyünk magaslati pontra, akkor rálátunk a két tornyú épületre, rálátunk a gabonatárolóra, tudjuk, hogy merre van Kalocs, összekötnek bennünket a barátok, a iskolatársak, sokan végeztek paksiak Kalocsán, sok diák most is jár a paksi iskolába, ugye most ez komppal teszik, meglátjuk, hogy a komphoz a taxisok viszik hétvégén a diákokat, hazajövetelre hozzák, mikor megjöttek. Tehát ez is egy jó jel, hogy a városoknak élő a kapcsolata. Ugye annál fontosabb az, hogy ez élőbb lesz, mint akkor elkezdtük, hogy valamikor az erővel kapcsolatos első tájékoztatót, akkor is a kormány ígéretet tett mindjárt ezen az első fórumon arra, hogy Kalocsát és Paksot egy híd fogja összekötni. Ennek a hídnak a tervezése zajlik, most fejeződik be rövidesen a napokban, úgyhogy engedélyeket is meg kell szerezni a híd tervezőnek, és a 2021-ben legkésőbb ennek a hídnak a rávezető utakkal együtt üzemelni kell. Tehát ez a két települést össze fogja kötni, és olyan lehetőséget fog adni arra is, hogy a két településnek talán az a megállító jellege, ami nem biztos, hogy eddig sikerült is Pakson is, akár csak az erőmbe 30 ezer turista érkezik évente. Kalocsára is jelentős turista szám érkezik, de lehet, hogy egy éjszakát se
töltenek egyik településen se, de ha már két települést egy híddal összekötve, akkor két napi turisztikai látványosságba van része, akkor valószínű, hogy egyszer mondjuk megalszik a csapat Pakson, máskor megalszik Kalocsán, mindegy, hogy hol aludjanak meg, csak legyen fogyasztás, tehát töltsenek itt vendégészakát is nálunk, egyék meg a jó paprikás ételeket a Kalocsai, de itt is jó halászlé is van, de Pakson is tudjuk őket vendégül látni, és a vállalkozók pedig gyarapodjanak a vendéglátásba. Tehát én azt gondolom, hogy ez a ország egyik legnagyobb olyan jellegű fesztiválra, hogy amikor itt végigmentem, nem tudtam elképzelni, hogy ennyi sátrat hogy lehet tartalommal megtölteni. Amikor végignéztem, most is látom már ugye a szép számú megjelentet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy a jövőnk közös és olyan fejlődést tudunk majd biztosítani a térségnek, nem csak munkát, hanem ide telepíteni szálláslakókat, vendégeket, csak ezáltal is nő a város bevétele, hogy ugyanezt ki tudjuk használni mindenféle kölcsönös kapcsolatok révén, hogy akár a élelmiszertermelésbe is be tud szállni a település, még inkább is a fiatal gazdáknak is adunk egy olyan lehetőséget, hogy itthon tudnak maradni. Ezt követően Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke is köszöntötte az ünneplőket, aki beszédében a múltba tekintett vissza. Felsorolta a paprika termesztésének és feldolgozásának módjait, ránk maradt régi dokumentumokból, majd Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője éltette Kalocsa aranyát, beszédében említést tett a várossal kapcsolatos jövőbeni elképzelésekről és tervekről. Amikor országgyűlési képviselőként országot járva, különféle rendezvényeken beszélgetve megkérdezik, szóba hozzák, hogy melyik körzetnek vagyok az országgyűlési képviselő, és megemlítem, hogy Kalocsa, akkor kettő szót vágnak rá, mondanak azonnal reflexzerűen, hogy érsekség és paprika. De ez az ország egész területén így van. És ez nekem rendkívül örömteli, hogy ez a két ismérv Kalocsával kapcsolatosan, ez megmaradt a Magyarország lakosaiban, bárhol is laknak ők. És természetesen egy olyan rendezvény, mint a mai, ez kell, hogy erősítse. Erősíti is, hiszen itt az érsek kertben érsek úr jelenlétével, a több mint 1000 éves érsekséget képviselve itt van az egyik nagy ismér, és itt van önmagában maga a rendezvény, a paprikáról szóló rendezvény. De tegyük tisztába, úgy, ahogy most érsek atya, egy nagyon komoly és nekem ízesnek tetsző felolvasása miatt vidámságra is késztető ismeretanyagot adott itt elő, azért tisztázzuk, az érsekség azért az néhány száz évvel vezet a paprikával szemben, hiszen pontosan tudjuk, hogy a kolumbuszi felfedezések következtében kerülhetett csak ide paprika, aztán meg jóval később, köszönhető sokszor a törököknek is ez. És hogy a időben közelebb lépve, és miniszter úr szavaira reflektáljak, én bennem van egy olyan bizakodás, hogy lesz még egy-két olyan, hát ez műtárgy, amivel majd Kalocsát azonosítani fogják. Az egyik az a híd, amiben reménykedünk, és minden a terveknek megfelelően halad, az ütemezésnek megfelelően halad, tehát úgy fogalmazhatnék, ebből bizony híd lesz. Most a tervezés végső szakaszainál tartanak az illetékes mérnökök. És a másik, hadd említse meg, szorosan kapcsolódva persze a hídépítkezés és az mögötti atomerőmű kapacitás fenntartásának a építkezéséhez, ez a Kalocsai Kórház. Ott a kormánypárti frakción belül vagyunk néhány, akik válvetve azon dolgozunk, hogy ez a Kalocsai Kórház, ennek a nagy építkezésen dolgozó sok-sok ezer, közel 10 000 embernek és a már meglévő kórházi vonzás körzetben érő lakosoknak az úgynevezett elsődleges ellátó helye, kórháza legyen. Ez egy kitüntető státusz lenne, ha erre már az illetékesek rábólintanának, és bízom benne, hogy mindent magunk ott a politika keretein belül eddig megtettük, hogy majd a szakmai észrevételek és szakmai
személyek, miniszterek, államtitkárok, akiknek szintén ezt majd jóvá kell hagyni, ők is rábólintsanak a mi javaslatunkra, és akkor mondhatjuk azt, hogy egy patinás, viszonylag kis területi ellátással rendelkező, de magas színvonalú kórház lesz, amiről majd sokan azt mondják, hogy ja, és ott Kalocsán van egy nagyon patinás kórház is. Ja, és Kalocsán van ott egy híd, amivel azonnal át tudunk menni a túloldalon létező M6-os és 6-os főutakra, bekapcsolódva a nagy autópálya hálózatba, rendszerbe, ami régi vágya az itt élőknek. A megnyitó ünnepség végén a miniszter átvette Kalocsa város polgármesterének kitüntető díját, mert a város fejlesztésében végzett együttműködő munkájáért adományozta a képviselőtestület. A megnyitót követően a hagyományokhoz híven most is átadásra kerültek a pécsini átsarolta díjak. A díjat azon személyek vagy közösségeknek adományozható, akik Kalocsa és környéke hagyományának megőrzéséért, terjesztéséért folyamatosan több esztendőn keresztül tevékenykedtek. Munkájukkal öregbítették városunk népművészetét. Pécsini átsarolta tanító, múzeumigazgató nevéhez fűződik az a díj, melyet már 20 éve minden évben oda ajándékoznak. A díjat a Kalocsa Népművészete Kuratórium elnöke Tamás László adta át, elsőként Balogh Csaba Zoltánnak, aki a Homokmégyi Művelődési Ház vezetőjeként sokat tett a népi hagyományok megőrzéséért. Balogh Csaba Zoltán 1955. január 5-én született Kalocsán. Tanítóként került a Homokmégyi Általános Iskolába, majd 1980-tól 28 évig vezette a falu művelődési otthonát. Ezután visszatért az iskolához intézményvezetőnek, 2018. júniusában elért nyugdíjazásáig. Elmondása szerint a népművészettel Homokmégyen fertőződött meg. Elbűvölte a hagyományos paraszti gazdálkodás és a falusi lét egyszerűsége, észszerűsége, céltudatossága a maga különleges világával, amihez rengeteg hagyomány, szokás társult. Rajzott tanítóként gyűjteni kezdte a népi tárgyalkotás eszközeit, edényeket, bútorokat, ruhadarabokat. Ezek egy része ma is látható a Homokmégyi Általános Iskolában. Művelődési házigazgatóként segítette a népművészettel foglalkozó csoportokat. Először a helyi népdalkör, majd az 1991-ben megalakult hagyományőrző együttes tevékenységét. Szervező munkája és a kishegyi házaspár szakmai irányítása mellett az együttes aranyminősítést szerzett, és a hazai és nemzetközi fesztiválokon nagy sikerrel közvetítette Homokmégy és Kalocsa táncai, hagyományai. Az együttesben táncosként is részt vett. 20 évig volt kuratóriumi elnöke a Homokmégyi Néptánc Hagyományokért Alapítványnak. Bábosként színpadra állította a Homokmégyi disznótort. Szervezte a Homokmégyi születi találkozókat, a falu programjaiba a népművészeti programok beépítését. Aktív tagja a 2009-ben alakult Kalocsai Varajti Gizella színjátszókörnek, amely színpadra állítja a paraszti élet szokásait, ünnepeit, dolgos hétköznapjait. Azt mondja, hogy számára a hagyományőrzés kedvére való foglalatosság. Örül, ha látogatóknak tetszik a bemutatott program, és annak is nagyon tud örülni, ha a közreműködők elégedettek a szervezéssel. A kalocsai lányt ábrázoló kis szobrot Farkas Tibor szobrászművész készítette. Az egyedi trófát az ünnepségen Vén Ferencné is átvette. Ő a népdalkör élén töltött sok esztendős munkájával és a népdalok megőrzéséért érdemelte ki a jutalmat. 1944. július 14-én született Szakmár községben, parasz családi környezetben. Életére nagy hatással volt nagyszülei, szülei népzenei szeretete, szabadi nagyapja citera játéka, családja tagjainak tiszta énekhangja, pingáló nagyanyja virágai, édesanyja kézi és gépi kézi munkái. Általános és középiskolában karénekes, népi táncos és színjátszókör tag volt. Tanítóképzősként énekkaros és a falujáró csoport tagjaként néphagyományokat gyűjtött a Vajakörnyéki településeken.
pedagógusként átadta ismereteit tanítványainak, kórust és táncsoportot vezetett, énektantárgyat tanított. A Mezei Virágok Népdalkörnek megalakulása óta tagja és 5 éve vezetője, szervezője, a közösség összetartója. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár civil közösségeként részt vesznek a város kulturális rendezvényein, színesítve a programokat. Területi dalos találkozókon mindig nagy sikerrel lépnek fel, és vezetésével szervezik az idei évben is. Városunkban a dalos találkozót Cserei József tanár úr népdalgyűjtő emlékére. Évente 20-24 alkalommal gyönyörű kalocsai ruhákban éneklik Kalocsa és környéke dalait csokorba fűzve, átadva a következő nemzedéknek, hogy soha ne felejtődjön el. Véleménye szerint mindenfajta jó zene életkedvel tölt el, de az emberi énekhangnál nincs szebb. Az ünnepség végén Vén Ferencné dallal köszönte meg a díjat. Egy szömbúza, két szömbúza, kukoricaszár, jaj de szép a, jaj de szép a kalocsai lány. Körös körül szalagos a kötője, rá se néz a más szállási legényre. Kimosom a zsebkendőmet tiszta fehérre, nem is adom akármilyen legény kezibe. Annak adom, kit igazán szeretők, akivel az oltár elé möhetők. Annak adom, kit igazán szeretők, akivel az oltár elé möhetők. Az este folyamán a szórakozás vette át a főszerepet. Koncertek sora volt a szabadtér és a sétány színpadán. Este folyamán a szórakozás vette át a főszerepet, koncertek sora volt a szabad és a sétány színpadon. Szeptember 15-én szombaton délelőtt ünnepi szentmisét tartottak a 29. Paprika Fesztivál alkalmából a Szent István Király templomban, majd ezután vette kezdetét a 12. Paprikás ételek főzőversenye és az 5. Kalocsai szürke marha pörkölt főzőversenye. Előételek, levesek, főételek, köretek, saláták, sőt, még desszertek is készültek paprika felhasználásával az egyik sátornál, ahol a magyar és a szír konyha egyaránt megjelent. Úgy 4 előétel, 2 leves, 6 főétel és 5 vagy 6 köret és 3 desszerttel. Akkor kezdem sorolni. A elején a előételekkel, hogy a körözött, meg a tepertőkrém paprikába töltve és úgy karikára vágva. Padlizsánkrém, csicseriborsókrém, meg oborka saláta, színes kaliforniai paprikába találva. Leves lesz tejszínes grill krémlevesünk, halászlénk. A főételek mézes, csilis, oldalas, pacalpörkölt, marhapofa pörkölt, pöspök falat pörkölt, pulyka, bárán, grillezett báránhús, ami paprika karikába töltve is úgy grillezve. Remélem, hogy nem felejtettem el semmit. Töltött paprika, hagyományos, magyarosan, a másik arabosan, mert Szíriából származom. Ez lesz a különlegesség. Köretek burgul, csicseri borsóval, düdölle, hagymás krumpli, betrezsemes krumpli, és grillezett zöldség, és a végére a csattanó csilis gyümölcssaláta, meg csilis csokis torta.
Hány ember szükséges ahhoz, hogy ezt a rengeteg ételt kellően elő tudja készíteni, és tényleg oda kerüljön a zsűri asztalára? Ahogy látja, hatan vagyunk is, megcsináljuk. Csak tervezés folyamat hosszú már, igazából már egy hónapja ezen vagyunk, hogy mi kerül az asztalra, és mellette légy szíves a pálinkát, úgyhogy aperitívként fogadó vendégeket csilis mézes pálinka, ez lesz a fogadó a zsűrinek, és a végére csilis vodkás koktél. A sok bogrács üst mellett megállásra készítette az embereket a szabad tűzön cserépedében rotyogó ételek látványa. Régen kimentek a földekre dolgozni, szőlőbe, kukoricába, reggel főtették ebbe az erénybe a babot. Hát akkor nem volt benne ennyi csülök meg hús, mondjuk egy kis bőrdarabot, mert ugye szegénység volt. Főtették, kapáltak egy kicsit, utána megint tettek a tűzre, és ez 4 óra kell ennek a főzésének. Ez ilyen lassú tűzön el van ez a kaja. Mi a titka annak, hogy tulajdonképpen ennek a cserépedénynek csak az egyik oldala van közel a tűzhöz, és mégis megfő benne az étel? Hát azt mondják, ez a fizika törvénye, a hideg-meleg hatása. Most mondjuk itt egy ilyen vaslapon van rajta, de a hideg föld meg a minden, és akkor a meleg elindul, és akkor a hideg, és így pörög. Hát a fizika törvénye. Megvan az, hogy milyen fával kell ezt a tüzet szítani? Hát nincsen. Most régen mondjuk szerintem diófából, amit leesett ág, meg a szőlővenyigével tüzeltek, ugye, mert szőlőbe kukoricaszára, mert nem volt más. Hát ilyen nem vittek ilyen tölgyfát, meg akácfát a szőlőbe, mert minek. Milyen alapanyagokat használ? Hát tarkabab, hát borsó, paprika, fűsz, hagyma, zöldség, répa, más nagyon nincs benne. Még hát most már hús van benne, de régen egy kicsi picit bőrdarab volt benne, ugye a szegénységben, egy oldalas csont, több nem volt benne. Most azért már bőségesen teszünk bele, jól élünk. El lehet ezt rontani? Amikor legelőször főzött ilyen cserépedényben, akkor ott volt az izgalom, hogy milyen lesz, hogyan készül? Maximum, hogy sótlan vagy erős lesz, már nem hiszem, hogy el lehet ezt. Nagyon nem ég oda, habár most ez a köröm, van benne köröm, meg ilyen bőrdarab, ha szeret oda kapni. Azért néha így belenyúlunk a tűzfelő részre, de én mindig azt mondom, ez nem evezős verseny, úgyhogy annyira nem keverjük. Kalocsa testvér települése is elhozták jellegzetes ételeiket. A székelykeresztúriak szürke marha pörköltet készítettek krumplival, a kúrai csapat is pörkölt mellett döntött. A marha pörköltet készítünk, hazai zsargonnal élve cubákkal. A cubák az nálunk azt jelenti, hogy lábszár, tehát disznólábszára teszünk hozzá. 10 kiló disznóval és marha húsa nagyjából 3 kiló cubákot teszünk. Ezt főzzük össze, kapjon egy bizonyos sűrűséget, fűszerezzük erős paprikával egy picit, piros paprikával, sóval, borssal, ennyi az összes. Vigyázni kell, milyen arányban megy a fűszer, és milyen tempóval főzzük meg az ételt. Hány ember dolgozik azért, hogy itt ez jó legyen? Hát nagyjából 10-en jöttünk, de a szűkebb csapat az 4 emberre redukálódik. Milyen alkalmakkor főzik ezt az ételt? Egy-egy ilyen versenyen, vagy azért még van olyan ünnep? Van úgy, hogy otthon is főzzük, de a versenyre viszont szívesen hozzuk el ezt az ételt, mert otthoni specialitásnak számít. Máshol milyen versenyen szoktak föllépni? Inkább csak Kúlán, vagy más településeken is? Hát mi ez a csapat inkább csak Kúlán. Most jöttünk másodízben Kalocsára, tavaly voltunk először, de nem ebben az összeállításban. Most ez egy új összeállítás, úgymond új csapattal jöttünk. Fiatalítottuk egy picit a csapatot. Természetesen kalocsai szakácsokkal is találkoztunk. Mi vagyunk 4 barátok, úgy is indulunk, hogy igaz, hogy Haris Tím, de a Király Robi, Szabó Dodi, Vargacz Endre, és a Szabó Dodi ez a kültéri rész, a többiek meg segítenek nekem, úgyhogy ősközösség van. Hát én viszem az ízeket meg ezeket, de mindenki kiveszi a részét. Az asszonyok meg a süteményeket csinálják. Van próba főzés előtte, azért már kipróbálják az ételeket, vagy volt már olyan, amikor teljesen úgy? Nem próbáljuk, mert azért a hétköznapi életben is annyit főzünk együtt, hogy nagyjából tudjuk az ízeket harmonizálni. Hány ember jön ide, mondjuk barátok, akik eljönnek, meg tudják őket kínálni? Mekkora munka ez önöknek? Olyan 60-70 embert várunk ma is, úgyhogy
úgy is indultunk, neki két sátrunk van, mi általában nagyon nagy baráti társasággal rendelkezünk. A főzésekkel egy időben felavatták az új paprika lovagokat. A rend megalakulása még 2001. januárjára vezethető vissza, ahová olyan személyek kerülhetnek be, akik paprika termesztéssel, feldolgozással vagy éppen a termékek népszerűsítése és felhasználása érdekében tevékenykednek. Azóta minden évben bővül a díszes társaság. Idén is hagyományosan a korábban kitüntetett személyek és az érdeklődő nézők előtt tesznek próbát a leendő lovagok, hogy a különböző termékek közül 100%-os biztonsággal felismerik a kalocsai fűszerpaprikát. Idén Deák Tíme, a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT minőségirányítási vezetője és Blaskó János Venezdíjas mesterszakács állta ki a próbát és bizonyította rátermettségét. Német József, a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT elnök vezérigazgatója a már beöltöztetett új tagokat ünnepélyesen lovaggá avatta, majd ünnepélyes eskütételen fogadták, hogy továbbá is ajánlják ismerőseiknek egészségük megóvása érdekében a kalocsai paprika kellő mértékű fogyasztását. A délutáni eredményhirdetéseken számos külön díjat, szakmai elismerést, ezüst és arany bogrács díjat, bronz, ezüst és arany serleget osztottak ki a 12. paprikás ételek főzőversenyen és az 5. kalocsai szürke marha pörkölt főzőverseny indulói között. Az átadókat követően a nap további részében az elsődleges szempont a szórakozás volt, ugyanis bemutatók, koncertek, műsorok sora kezdődött meg az érsekkert területén felállított összes színpadon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!